Folyamatos, fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak az autóvezetők az utakon a húsvéti ünnepek alatt az egész országban, így Tolna megyében is. Ebben az időszakban, a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva ugyanis gyakori, hogy a sofőrök ittasan ülnek a volán mögé a locsolkodást vagy a húsvéti ebédet követően. Ezért a rendőrség úgy döntött, hogy az idei évben is fokozottan ellenőrizni fogja ezt a szabályszegést, hiszen ha valaki ittasan okoz balesetet, és esetleg az halállal végződik, az nagy valószínűséggel börtönbüntetésre számíthat az a járművezető, aki ilyen balesetet okoz. A rendőrség évről évre felhívja a figyelmet arra, hogy az ittas járművezetés mennyire balesetveszélyes, nem ritkán pedig tragédiába is torkollik. Az ünnepek alatt különösen húsvét vasárnap és húsvét hétfőn számíthatnak Tolna megye útjain ellenőrzésekre. Minden járművezetőt megállítanak, alkoholszondát fújatnak velük, és hogyha mindent rendben találnak, akkor tovább autózhatnak. Azonban, hogyha bárkinél ittasságot feltételeznek, akkor további eljárásra számíthat. Biciklizés során is figyelni kell arra, hogy csak is abban az esetben ülhet valaki kerékpára, ha vezetőképes állapotban van. Ha az egyenruhásokban felvetődik a gyanú, hogy a kerékpáros a megengedetnél több alkoholt fogyasztott, ugyanúgy meg kell fújni a szondát, és eljárást indítanak ellene.